térjünk is rá mai első és azt hiszem, hogy legfontosabb témánkra. Előző adásunkban már beszélgettünk az egészséges táplálkozásról és ennek fontosságáról. Ma este folytatjuk az egészséget alakító tényezőkkel. Most jön egy bejátszás ezzel a témával kapcsolatban, utána pedig két szakemberrel beszélgetek a stúdióban. Ugye, amikor egy kisbaba megszületik, és kis kövér, duci, annak úgy örülünk, és megmosolyogjuk, és annyira tetszik nekünk. Mert hogy az anyák szeretik táplálni a gyerekeiket, csak hogy itt alapozódnak meg a későbbi elhízásnak az alapjai, meg nem csak az elhízásnak, hanem az elhízáshoz társuló számtalan betegségnek az alapjai. A duci csecsemő még az egészséget és a jól tápláltságot jelenti az édesanyák számára. A túlsúlyos kisgyerek viszont már korán sem. Nem egészséges az édesség, bár én nagyon szeretem. Bár egyes kultúrákban az elhízás a gazdagság és jólét jelképe, a szakértők szerint az olyan később kialakuló betegségek alapjai, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a mozgásszervi problémák, a gyerek és a fiatal felnőtt korban alapozódnak meg, elsősorban a helytelen táplálkozással. Ha azonban mélyebbre ásunk és a nyilvánvaló mögé szeretnénk látni, akkor a helytelen táplálkozásnál nem állhatunk meg. Nem eszik gyümölcsöt, cigizi, meg apa is. Ezek után nem nehéz kitalálni, honnan is hozzák rossz szokásaikat a gyerekek. Minden gyermek a családjából hozza ezeket a mintákat, és sajnos ezek a viselkedés minták bekerülnek az iskolában, és mivel ebben a korosztályban elsősorban a társait követik, a saját korosztályát követik ezek a gyerekek, így futótűzként terjednek az iskolások körében. Óvoda, iskola, baráti közösségek. Olyan közegek, ahonnan a viselkedési mintákat ellesik, eltanulják a fiatalok. Azonban a legelső állomás mindenképp a család. A fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hisz a szakemberek szerint ez a társadalom szerkezetének legkisebb szerves egysége. Mindenképp kiemelendő a család, tehát gyermekvédelemről nem beszélhetünk család nélkül. A család, melyben a gyermek biztonságban érzi magát, szeretet veszi körül, egy állandóságot tapasztal maga körül. Ezért van az, hogy ideális esetben a család nem oka, hanem gátja a helytelen szokások kialakulásának. Egy egészséges család csak akkor működhet jól, hogyha túlmutatunk az egyénen. Tehát a család attól több, hogy több, mint az egyének összességet, minőségileg más és jobb. Mindenki beleviszi a saját egyéniségét, nyílt kommunikáció folyik a családon belül, mindenkinek adnak a véleményére, és ettől lesz több és más, mint maga az egyén. Beszélhetünk azonban diszfunkcionális családokról is. Diszfunkcionalitás alatt azt értjük, amikor nincs meg ez a kommunikáció a családba. Sajnos a válások következtében egyre inkább veszély fenyegeti ezt a formát. Amikor már a mozaik családok szerepe felváltja úgymond ideál családokat, akkor óhatatlan, hogy felborul ez az egyensúly, és sokkal több problémával, nehézséggel kell szembenézni a családoknak. A szembenézés pedig nem könnyű. Grész Gábor, a Fiatalok az Élet küszöbén program kidolgozója, az országot járva azért tart előadásokat, hogy a mai fiatalok problémáira felhívja a figyelmet. Nagyon ambivalens üzeneteket kapnak, és nagyon eltérő értékrendi hatások érik őket, miközben a legfontosabb támogató környezet a család, hát igen, erőteljes kihívásoknak van kitéve. A testi egészség önmagában nem elég. A mentális vagy lelki egészség legalább annyira fontos. A helytelen önértékelés önbizalom hiányhoz vezethet, vagy épp ellenkezőleg egoizmusba csaphat. A rossz példa pedig ragadós. A szülők helytelen énképéből fakadó szokásokat a gyermekek tanulják el. Sajnos ma nem sok olyan üzenet veszi őket körül, amelyben valamiféle kiegyensúlyozott énképre tudnának szert tenni. Ezért a legfontosabb az lenne, hogyha akár
hát az otthon lenne az elsődleges terepe, ahol erre szert tehetne, de hát valószínű, hogy azért ment el a rossz irányba, mert otthon már nem a megfelelő képet kapta. De aki azt gondolná ezek után, hogy mindenért a szülőket lehet hibáztatni, és a gyerekeken, fiatalokon nem múlik, hogy milyen emberekké válnak, az bizony téved. Három jelentős dologra van szükség ahhoz, hogy valakinek ilyen egészséges legyen az önismerete. Az egyik az, hogy tudja azt, hogy tartozom valahová, valahol. Vannak emberek, akik elfogadnak és szeretnek olyannak, amilyen vagyok. A másik fontos az az, hogy képes vagyok, szert tegyen egy olyan képességre, arra a tudatra, hogy én nekem van, képes vagyok dolgokat megtenni, alkalmas vagyok dolgokra. A harmadik pedig az, hogy fontosnak is érezze magát. Tehát, hogy legyen valami szerepe, valami célja az életben, és úgy lássa, hogy ebben sikereket tud elérni. Most, hogyha ezt a hármat sikerül egyensúlyba hozni, tehát tartozom valahová, képes vagyok valamire, és fontos vagyok, akkor mellőzni fogja az életében azokat a szélsőségeket, hogy túlságosan önimádó lesz, vagy önkritikus, önostorozó lesz. De miért is fontos ennyire, hogy milyen az ember önértékelése? 1975-ben egy harvardi professzor az, aki elindította és felfedezte azt, hogy többféle intelligenciánk van, és ennek egy kulcs meghatározó terepe vagy szegmense az érzelmi intelligencia, és hogyha ugye azt a felfedezést tették, hogy igazából az emberek sikerében, akár munkahelyi, akár magánéleti sikerében 85%-ban az érzelmi intelligenciájuk játszik szerepet, és csak 15%-ban az értelmi intelligenciájuk. Összegezve tehát, a tartó siker kulcsa az érzelmi intelligencia. Ennek alapja a helyes önértékelés. Ez pedig a megfelelő példák követésével lehet elsajátítani, vagyis a helytelen viselkedés minták elkerülésével, megelőzésével. A hangsúly tehát itt is a prevención van. A gyerekeket kell kibillenteni a már eltanult rossz beidegződésekből, szokásokból. Mivel ezek olyan viselkedés minták, amiket a családból hoznak a gyerekek, és egy olyan család áll ezek mögött a gyerekek között, mögött, akik már évek óta, évtizedekre visszamenőleg gyakorolják ezt a negatív viselkedés mintát, ezen sajnos konkrétan változtatni nem tudunk. Abban tudnánk inkább segíteni, és tudunk, hogy felmérjük, hogy mi a reális probléma, eljutunk az óvodákba, iskolákba, és csak a prevenciónak, mint egyfajta megelőzési módnak lehet hatása ezekben az esetekben. A Családsegítő Központ vezetője szerint a prevenciót nem elég a fiataloknál kezdeni. A szülőket is érdemes bevonni. A gyerekeken kívül mindenképpen fontosnak látnám bevonni a családtagokat is, mert sokszor a felnőttek maguk sincsenek annak tudatában, hogy milyen rossz viselkedés mintát tanúsítanak, és hogy ebből mennyire látják a gyerekek is a káros következményeit. A 21. században egyre kevesebb az úgynevezett hagyományos, jól funkcionáló család. De összességében, mint azt a szakértőktől megtudtuk, ez sem lehet akadálya helyes önértékelés és a testi-lelki egészség felé vezető úton. Most már el kell fogadnunk, hogy felváltott a hagyományos családmodellt egy másfajta szemlélet, egy másfajta családmodell is, és ez nem feltétlenül kell, hogy egyenlő legyen a diszfunkcionális családdal. Tehát ismerünk olyan mozaik családokat, ahol igenis ez jól működik, tehát megvan a tisztelet, megvan a kommunikáció a családtagok között, és jól tudnak egyensúlyt fenntartani. A sérült családmodellek és az össztársadalmi lelki problémák ellenére azonban léteznek olyan civil kezdeményezések is, melyek kiutakat keresnek a hagyományos értékeket elvesztett világból. Ilyen például az úgynevezett OviCare program is, melynek célja az egészségtudatos életmódra és helyes táplálkozásra nevelés, egészen kisgyermekkortól. Az egészséges az azt jelenti, hogy például egészséges ételeket eszünk, mint például a zöldséget és a gyümölcsök. Fürdünk, tisztálkodunk és fogát mosunk. A civil kezdeményezések, az újra szerveződő kisközösségek, az egyre több testi-lelki egészségtudatosságáért tenni akaró ember és a hagyományos családmodellben hívők még a szakértőket is bizakodással töltik el. Idealista vagyok én is, és optimista, és az ember mindenképpen arra szeretne törekedni, hogy a saját gyerekeinek is ezt a mintát adja tovább, hogy azért a legnagyobb biztonságot a hagyományos család minta adja át.
Mondhatnánk azt is, hogy az utca a témán hever, de azt hiszem, hogy mi most megfogjuk egy kicsit. Beszélgető társaim dr. Rózsa Gabriella, addiktológus és dr. Rektorisz László háziorvos. Jó estét kívánok! Múlt héten a fiatalok egészségtudatosságáról esett szó, a mai téma pedig az otthonról hozott helyes vagy helytelen példákat lehetne említeni. Mennyire igaz az, amit itt a bejátszásban is elmondtak, tehát mennyire fontos az otthon, a szülői háttér, és mennyire veszik át a gyerekek a szülőktől a jó vagy a rossz tulajdonságokat? Először is engedjék meg, hogy helyesbítsek, mert nem doktor vagyok, én egészségnevelő vagyok és addiktológiai konzultáns. Én már kineveztem. De ezt, igen, kinevezettük, hogy a címet meg kell majd szerezni. Szerintem rendkívül fontos, minden onnan indul, ez az első szocializációs szintér, a család, és nyilván, hogy azért bekapcsolódik majd időközben bölcsöde, óvoda, iskola, felső oktatás, mert ugye az emberek életük első harmadának egy részét azt az oktatási intézményekben töltik, de az alap, az indulás, az mindenképpen a család, hogy otthon milyen életmódot követnek, milyen táplálkozási szokásokat, leül-e a család legalább hétvégén ebédelni, hétközben vacsorázni együtt, és mint a bejátszásban is hallottuk, nagyon fontos az, hogy lelkileg is kielégítő az, hogyha együtt vacsorázik a család, megbeszélhetik a problémákat, ugyanakkor figyelmet fordítanak a közösségre, az együttevésre, a megfelelő táplálkozásra. Elhangzott a bejátszásban az is, hogy a felnőtteket is oktatni kéne. Nekem az a véleményem, hogy most már a gyerekeken keresztül történik a felnőtteknek az oktatása. Óvodában az óvónők most már eléggé tájékozottak, például nassolnivalóként, rosszul fogalmazok, mert az inkább édesség, rágcsálnivalóként felszolgálnak különböző darabolt zöldségeket, és a gyerek ezt elmondhatja otthon, hogy anya, te is darabold már föl, nekem óvónéni ezt mondta például. De hogyha azt látja otthon, hogy gyors ételeken élnek, mert felgyorsult világban élünk, ez valahol természetes is, hogy rohannak a szülők, bemennek a boltba, megveszik a félkész ételeket, nem fordítanak gondot a megfelelő nyersanyagokra, és már nem változatos és minőségileg megfelelő ételeket fogyasztanak. Ez az egyik rész. A másik rész, ami most kiemelt szerepet játszik ebben a műsorban, úgy tudom, a testmozgás, ez meg végtelenül fontos, én úgy érzem, kezdettől fogva, kicsi gyerekkortól fogva. Az egyik legfontosabb élettevékenysége a gyereknek a mozgás. Ha visszamegyünk egészen pici csecsemőkorban, hát kutatások bizonyítják, hogy a négy kézlábon való mászást hagyni kell az anyának, nem kell, hogy felálljon minél hamarabb, hogy az idegrendszer, hogy milyen tehetséges dolog, és milyen jó, holott az idegrendszere pontosan a mozgáson keresztül fejlődik, és nagyon sok készsége. És amilyen mintát követ a család, tehát fontos szerepet játszik a testmozgás, ezt fogja vinni tovább a gyerek, nyilván, hogy majd beszélünk az oktatási intézményekről is, és a legsúlyosabbnak tartom azt, hogyha egy gyereknek, akinek a számára nagyon-nagyon fontos, mert alapállapotunk a mozgás különben, az izomnak az alap funkciója a mozgás, nem az, hogy üljünk és testpedjünk, ha a szülő bármilyen indoka van arra, hogy nem mozoghasson a gyerek, tanulnia kell, vagy bármi más, nem mozoghat, a legfontosabb fejlődést elősegítő tényezőtől tartja távol a gyerekét. Mindjárt szót ejtünk a testmozgásról is. Öröklés, környezet, életmód, ezek hogyan és milyen szempontból, mértékben befolyásolják az egészségünket? Igen, tehát vannak betegségek, amikre örökletes hajlam létezik, illetve esetleg intrauterin magzati hatások. Ezeket nem tudjuk befolyásolni, de ugyanakkor onnantól kezdve, hogy a kisgyermek megszületett, onnantól kezdve viszont a család adja a példát legelőször is, aztán nyilván egyéb közösségek, és onnantól kezdve a környezeti tényezők. Itt a környezeti tényezők alatt ugye a higiénié, az egészséges lakóhely, az ugyanúgy befolyásolja az egészséget, tehát ugye mérik az ivóvizeknek a jó tartalmát, a nitrát tartalmát, a légszennyezettséget, az ionizációs sugárzás hatását, tehát tulajdonképpen az egészséghez ez is hozzájárul, hogy a család milyen lakóhelyt biztosít, ez is hat az egészségre, ezt már ugye a család befolyásolhatja, vagy az adott település. Ezen kívül pedig ugye a családi minta, akár az étkezésben,
akár a rendszeres testmozgásban, akár a tisztálkodásban, ugye a fogmosás, fürdés, akár a helyes öltözködésben, és így van a családnak hatása az egészség fejlesztésére. Láttam is annak idén ilyen grafikát, hogy ugye a kisgyermekkorban, óvodáskorig, vagy kisiskoláskorig szinte csak a család hat erre a megfelelő egészséges fejlődésre. Amikor már egy nagyobb közösségbe bekerül, iskolába, középiskolába, akkor ott nyilván lát egyéb mintákat is, hogy a másik gyerek, vagy a tanár, vagy még akikkel egyéb kapcsolatba kerül barátok, azok milyen mintát mutatnak, és aztán pedig, amikor a pubertáskor lép előtérbe, akkor megint a családtól szintén sokat tanul, mert akkor meg a helyes viselkedési mintákat, hogy majd mint apa, vagy majd mint anya, akkor hogy fog ő viselkedni. A mozgás, ugye nemzeti alaptanterve benne van a több testnevelés óra. Ez mennyire fogja majd befolyásolni ezt a dolgot? Tehát mindenképpen pozitívnak kell értékelnünk azt, hogy több testnevelés órán vehetnek részt a gyerekek, ugye, mert nagyon nagy szükségük van arra, hogy mozogjanak. Az, hogy volt hetente két testnevelés, az igazán nem sok mindenre volt elég, főleg azért nem, mert egyre kevesebb gyerek mozog szabad idejében, és a testnevelés óra legalább egy kötött, kötelező valami, ahol végül is megmozgatják őket. Véleményem az, hogy én Isten igazából megmondom őszintén a véleményem, én a testnevelést nem olyan tantárgynak tekintem, mint az összes többit, mint a földrajzot vagy az éneket, hanem sokkal fontosabbnak, és akkor most elmondom azt is, hogy bár nem vagyok gyakorló testnevelő, testnevelő tanári végzettségem van, versenysportoló voltam, tehát az életem körülbelül 4 éves korom óta elég komoly sportközegbe zajlott. Az a lényeg, hogy a megszégyenítés, a csúfolás ugyanúgy jelen lehet a testnevelés során, és azzal, hogy valamit kötelezővé teszünk, az nem jelenti azt, hogy feltétlenül megszereti a gyerek a sportot. A hangsúly azon van, hogy a testnevelés során sajátítsa el a megfelelő készségeket, ügyesedjen, és mellette kialakuljon a határozott és tartós érdeklődése, mint az általa kiválasztott testmozgás irányába, amit majd később gyakorolni fog, akár felnőtt korában is. A hangsúly ezzel lenne, nem pedig az osztályzáson. Tehát nem magán a mozgáson. Igen, magán a mozgáson. A témát fogjuk majd folytatni, időnk sajnos lejárt.